téged az anyagi világban utazó lelket. Biztosan előfordult már veled, hogy például maradt egy kis kenyered, mint mondjuk nekem. Az ozoragyassammal sütöttem nagyon finom kenyeret, ilyen helyes kis cipókat, és hirtelen vendégeid jönnek, és nincs mit rákenni a kenyérre. Na most ilyenkor az a szokás, hogy csinálok egy nagyon finom, vegán, erőszakmentes krémet, szendvics krémet, 3 perc alatt, 2 perc alatt, 4 perc alatt, nem tudom, mindjárt megmutatom, vegán, mennyei finom, és ráadásul az ozarai assamban a nyárbúcsúztató hétvégén csináltunk ilyet. Miért beszélek királyi többesben? Csináltam ilyet, és megőrültek ért az emberek, és követelik rajtam a receptet, és ma rám írtak, hogy hol a recept. Ezért veszem fel. Köszönöm, hogy rám írtál, írjatok rám máskor is, mutatom a lényeget. Yeah. Ami kell hozzá, tudod jól, hogy nem szeretem reklámozni a cégeket, de ezt például ebbe a cégbe vásároltuk. Na most azt mondja, hogy az egyik az smoked, a másik az marinated. Smoked, füstölt, a másik az pedig marinált vagy szója, szószos tofu, de lehetne natur tofu is, teljesen mindegy. A következő kell hozzá. Tofu, aztán nyomhatod magyaros ízbe, majorannával, olaszos ízbe, bazsalikommal, vagy rozmaringgal. Vagy nyomhatod indiaias ízvilágba, garam maszalával, és egy icipici fahéjjal ijesztésképpen. Természetesen ebben az esetben lehet beletenni aszafoetidát, mert hogy hagymát az assami konyhákban nem használunk. És nyugodtan egy kis kurkumával is meg fogjuk színezni, tehetsz bele borsot, és miközben felsoroltam neked, már rég készen is lehetnék, olaj, minőségi olaj mindenképp kell vele, extra szűz olívaolaj, hidegen sajtolt napraforgóolaj, mindegy, a lényeg az, hogy amennyire lehet bio és minőségi zsiradékot használj. És kell hozzá egy pici citrom is. És kell hozzá bio paradicsom az assamunkból, semmi más nem kell csinálni hozzá, eljön az assamba, de bármilyen paradicsom is jó. Ha nincs paradicsomod, akkor pedig nagyon egyszerű a dolog, annyit kell csinálni, hogy fogod magad, és mutatom, hogy mit kell csinálni. Azt kell csinálni, hogy beleteszel, mondjuk, beleteszel egy ilyet. Hogyha nincs paradicsomod, fogod magad, és beleteszel egy ilyet. Beletekerültem a kábelbe. Ja, azt mondja, hogy teszel bele egy ilyen paradicsomot. És tehetsz bele bio saját termesztésű paprikát is. Na most ezekből, ha semmi más nem teszel bele, csak a tofut össze nyomod krumpli nyomóval, és megsózod, akkor már tuti. De mutatom a lényeget. Jó? Gyere! Hű, ne haragudj, csak közben be kell fejeznem a dált. Ez még egy kicsit hadd főjön, mert közben dát is főzök. Tehát, csináljunk egy kis rendet. Akkor mutatom a lényeget. Kell a tofu. Ildítsd a stoppert, jó? Kivágjuk. Képzeld el, hogy 7. koromban megnyertem egy palacsintósütő versenyt. Természetesen nem azzal, hogy az enyém volt a legfinomabb, és nem is azzal, hogy a legszebb, de a leggyorsabb voltam. Na, ott van benne a tofu. Magdusunk bele egy kis paprikát. Természetesen bio paprikát. Csak is. Na most vesztettem egy kis időt, mert megakadt egy kicsit a cucc. Legyen még egy harmadik paprika is. És teszünk bele egy kis paradicsomot. Felaprítom a paradicsomot, amint látod. Ha lány lennék, tudja, hogy kb. 14 darabba vágnám. Aztán teszünk bele. Nagyanyám megtanított, hogy milyen az igazi citrom. Az igazi citrom pici, vékony, jó és lédús.
Ennek a paradicsom, mi ez? Citromnak körülbelül az egyharmadát tesszük bele ebbe a mennyiségbe. Oké, és aztán a két tofuhoz ne sajnáld. Ugye alapértelmezetten körülbelül azt mondja, hogy két evőkanál, egy-két evőkanál zsíradék elegendő egy felnőtt számára naponta. Mi most ehhez a két tofuhoz teszünk körülbelül egy liter, egy deci olajat. Ne sajnáld, nem kell neked megenni egyedül az egészet, legalábbis nem egy nap alatt. A hűtőben el fog állni, mondjuk a körülbelül egy deci, oda teszem az ujjam, és ennyi az egész. Még egy pici. Ez is megvolt. Na most milyen ízűre csináljam? Mindjárt hangolodok, üzeld meg, hogy milyen ízűre csináljam. Megvan, tegyek bele mindenből, rendben. Azt mondja, hogy ő a bazsalikom, mondjuk ebbe teszünk egy kis kanál bazsalikomot. Teszünk bele egy kishegynyi rozmaringot, mert ugye annyi van, rozmaring levél. Teszünk bele egy kis kanálnyi majorannát. Teszünk bele egy kis kanálnyi borsot. És teszünk bele icipici fahéjat. Mondjuk ennyi fahéjat tettem bele. Ízjavító, ízfokozó ugyanánt. Most teszem az aszafoetidát. Ha te fogyasztasz egyébként hagymát, ehelyett használhatsz hagymát, de ki is hagyhatod egy mokkáskanálnyi aszafoetida. Zsupsz. Egy pici kurkumát teszünk bele. Színezéknek. Most én ezt a garam maszalát nem bontom fel, meg szerintem annyi minden van benne, hogy nagyon sok minden. És tehetnénk bele egy kis állagjavító gyanánt. Egy kis zapelyet. De nem kell. Ha ebben nem tennénk az égvilágban semmi mást, már tuti lenne. De mondjuk egy 3 evőkanálnyi zapelyet belenyomunk, az körülbelül ennyi. Szváha! Gyere majd egyszerűen egy tűzáldozatra is lehet szváházni. És hát, hogyha most lenne krumpli nyomom, azzal egy kicsit meg lehetne, de a paprikát azzal nem tudod szétnyomni. Ez igazából, ez csak is botmixerrel tud működni. Használd el a használati útmutatóját, ugyanúgy, mint az élethez is van használati útmutató, az pedig a védák. Ennek a használati útmutatóját el kell olvasni, be van dugva a konnektorba, ilyenkor nem nyúlkálunk bele, nem takarítjuk, mert úgy jársz, mint egyszer én. Majd egyszer máskor elmondom, de... Mehet? És ne felejtsük el, hogy só is kell bele. Ebben én tennék olyan csapott evőkanálnyi sót. Én Himalája sót használok, de ami nagyon tuti ebbe a fajta vegán pástétomba vagy szójakrémbe, hát ez sok lesz. Az nem más, mint a fekete só, mert az még ad neki egy plusz zamatot. Ez a só mennyiség tuti lesz. Kicsit sok volt, úgyhogy egy csapott kis kanálnyi só kell bele. Helyesbitek! És ez tulajdonképpen elkészült. Pont úgy néz ki, mint egy körözött. De még nyugodtan tehetsz bele például... Tehetsz bele. Ezek közül megtalálni mindig a helyes, megfelelő célnak megfelelő eszköz. Meg kell találni. Na, tehát, hogy ez pontosan úgy néz ki, mint egy körözött, vegán, mennyien finom, remélem, és semmi titok nem volt benne, de mégis van titok. A titok az, hogy egyszerű. Az egyszerű dolgok mindig nagyszerűek. Ennyi volt a szója szendvicskrém, akarom mondani tofu szendvicskrém, vagy vegán pástétom körözött, és így tovább. Ha tennél hozzá, most ezt még például hozzátehetnénk, akkor pirosabb lenne, ha több kurkumát tennél bele, sárgább lenne, és így tovább. Rád van bízva,
és a lényeg az természetesen most következik, az pedig nem más, mint az, hogy Krishna tájára ráteszem és viszem neki felajánlani. További jó utazást kívánok az anyagi világban, rohanok, mert mindjárt kezdődik a 17:30-os puja, jönnek az emberek, és meg fogják kóstolni a tofukrémet. Köszönöm szépen! Boldog, vegán életed! Hát akkor megkóstoljuk a körözöttet. Én azt mondom, hogy szerintem menjen. Valóban Isten éled ellent. Bitang jó. Ez a tofu tényleg olyan, mint a körözött, szóval csak ajánlom. Mi az érdem? Próbáljátok ki. Innen nem ettem, kóstold meg, hát ez fantasztikus. Igen. Tehát, hogy... És együtt az ízek, mikor az összhatás, akkor aztán meg tényleg... Tényleg fantasztikus. Hát Isten is.